Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja a 13, 16, 19, 25 és 31 méteres rövid hullámon. Kedves hallgatóink, pontos időjelzést adunk. Tárogatónk 8 órát jelez. Kedves hallgatóink, most a Szabad Magyarország hangjának hírszolgálata következik. Fontosabb híreink egy mondatban. A lengyelországi parlament ma délután megnyíló ülésszakán az új választójogi javaslatot vitatja meg. Az új politbüró első több órás értekezletéről következő napokban tájékoztatják a nyilvánosságot. A kelet-németországi kommunista sajtó és rádió idegesen figyeli a lengyelországi eseményeket. Magyarországon is megmutatkoznak a liberalizálási folyamat jelei, hangoztatja Randall az Egyesült Államok távozó budapesti követe New Yorkban. Budapest. A főváros két egyetemén rendkívüli gyűlés tartott az ifjúság. Az Építészeti Műszaki Egyetem hallgatói elhatározták, hogy kilépnek a díszből és új egyetemi szervezetet létesítenek. A Közgazdaságtudományi Egyetem hallgatói még nem döntöttek ebben a kérdésben, de a rendelkezésünk álló hírek szerint többségükben a kilépés mellett foglalnak állást. Mindkét egyetem hallgatói határozatot hoztak, amelyben tetteket sürgetnek a vezetés javítását, a felelősség kérdésének őszinte tisztázását, a magyar-szovjet baráti kapcsolatoknak a teljes egyenjogúság alapján való rendezését követelték. A Közgazdasági Egyetem hallgatói ezen felül azt is követelték, hogy helyezzék Nagy Imrét vissza a legfelső állami és pártvezetőségbe. A budapesti rádió munkatársai a Varsói Rádiót üdvözölték, kiemelve, hogy a szektarianizmus elleni harc éppen úgy, mint a szocializmus építése közös, és hogy ez a harc sikeres lesz Magyarországon is. A DISZ Petőfi körének vezetősége javaslatról tárgyalt, amely szerint a Petőfi körnek kérnie kell a központi vezetőség mielőbbi összehívását, és azt, hogy az előkészítésbe vonják be Nagy Imrét is. Ami nem kapható pénzért sem a hazai könyvesboltokban, mindazt ingyen adja a Szabad Európa rádiója. Minden kedden sorra vesszük a nyugati könyvpiac újdonságait. Ha érdekli, milyen könyvek jelennek meg a szabad világban, hallgassa rendszeresen rövid könyvszemlénket. Legközelebb 9 óra 50 perckor közvetítjük. Kedves hallgatóink, pontos időjelzést adunk. Tárogatónk 13 órát jelez. Most a Szabad Magyarország hangjának hírszolgálata következik. Pontosabb híreink egy mondatban. A budapesti fiatalság ma délután rokonszenv tüntetést rendez a budapesti lengyel követség előtt. A lengyelországi parlament ma kezdődő ülésszakán az új választójogi javaslatot vitatják meg. Az új jordán parlamentben a brit ellenes politikai pártok jutottak többségre. Rátérünk híreink részletes ismertetésére. Budapest. Több budapesti egyetem diáksága elhatározta, hogy ma délután rokonszenv tüntetés rendez a lengyel követség előtt. A néma tüntetés célja az, hogy az ifjúság kinyilvánítsa egyetértését a lengyelországi eseményekkel. Az egyetemi fiatalok ma délután 14:30 találkoznak az Írószövetség székháza előtt. E percben érkezett jelentés szerint a belügyminiszter betiltotta a magyar diákság rokonszenv tüntetését. A hivatalos közlemény szerint a közrend zavartalan biztosítása érdekében a belügyminisztérium nyilvános utcai gyűléseket, felvonulásokat a további intézkedésig nem engedélyez. Kedves hallgatóink, pontos időjelzést adunk. Tárogatónk 14 órát jelez. László belügyminiszter betiltotta a magyar diákságnak a lengyel követség előtt ma délutánra tervezett rokonszenv tüntetését. A lengyel parlament ma kezdődő ülésszakán az új választójogi javaslatot vitatják meg.
A Szovjetunió megválaszolta a nyugat-német kormánynak a német egység ügyében Moszkvához intézett jegyzékét. Rátérünk híreink részletes ismertetésére. Budapest. Piros László belügyminiszter betiltotta a magyar diákság ma délutánra tervezett rokonszemp tüntetését a lengyelek mellett. A budapesti rádió valamivel egy óra előtt megszakította adását és közölte a belügyminiszter döntését. A hivatalos közlemény szerint a belügyminisztérium a közrend zavartalan biztosítása érdekében nem engedélyez nyilvános utcai gyűléseket és felvonulásokat. Ez az intézkedés további rendelkezésig marad érvényben. A belügyminiszter rendeletének kiadására közvetlenül azután került sor, hogy Gerő a kommunista párt első titkára visszaérkezett Belgrádból, ahol tárgyalásokat folytatott a jugoszláv kommunista vezetőkkel. Legközelebb 15 órakor mondunk híreket. Budapest. Piros László belügyminiszter visszavonta az utcai gyűlések és felvonulások betiltásáról szóló rendelkezését. A belügyminiszter a magyar diákság rokonszemp tüntetését kívánta megakadályozni, amelyet ma délutánra terveztek a lengyel nagykövetség épülete előtt. A diákság néma tüntetésével egyetértését kívánja kifejezni a lengyelországi eseményekkel kapcsolatban. Egyébként a DISZ vezetősége ma ülést tart. Gerő Ernő első pártitkár ma visszaérkezett Belgrádból. Este 20 órakor beszédet mond a budapesti rádióban. Kedves hallgatóink, most napi híradón következik. Adásunkat teljes egészében a magyarországi diák megmozdulás nyugati visszhangjának szenteljük. Ismertetjük a nagy nyugati lapok szokatlanul terjedelmes közléseit és kommentárjait a hazai ifjúsági eseményekkel kapcsolatban. Felolvassuk Vasvári Gergely beszámolóját. A hét eleje óta a külföldi újságstandokról a magyar és lengyel szavak ötlenek a járókelők szemébe. Az újságolvasó ember a lapok első oldalán politikai hírei között első helyen találkozik a varsói, a szegedi, pécsi és budapesti megmozdulásokkal. A magyarországi egyetemisták tüntetéseit, követeléseit, lázas szervezkedését, a DISZ-szel való szakítását nyugaton nagy jelentőségű eseménynek látják, és szokatlanul bőségesen és meleg hangon kommentálják. Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja a 13, 16, 19 és 41 méteres rövid hulláma. Kedves hallgatóink, pontos időjelzést adunk. Tárogatónk 20 órát jelez. Budapest. A nyugati távirati irodák jelentést közölnek a diákság ma délutáni tüntetéséről. A jelentések szerint a délutáni órákban sok ezer főnyi tömeg vonult fel Bem József szobra elé. A tömegben egyetemi hallgatók, munkások és szabadságos katonák voltak. A tüntetők jelszavakat kiáltoztak, és Nagy Imrének a kormány élére való visszatérését, valamint a szovjet csapatok távozását követelték Magyarországból. A tüntetésnek nyugati megfigyelők szerint két célja volt. Az egyik a rokonszem nyilvánítás azokkal a lengyelekkel, akik eltávolították a sztálinista elemeket a lengyel kommunista párt vezetőségéből. A tüntetés másik célja az volt, hogy nyomatékot adjanak a magyar követeléseknek, ami szerint Magyarország is hasonló függetlenséget kíván, és mentesíteni akarja magát a szovjet ellenőrzéstől. A tömeg egy része szabad választásokat és sajtószabadságot követel. Mások Rákosi Mátyás bíróság elé állítását kívánták. A rendőrség nem avatkozott bele a tüntetésbe. Hangzik a nyugati távirati irodák ma délutáni helyzet jelentése a diákság tömeg megmozdulásáról. A Magyar Dolgozók Pártjának központi bizottságát október 31-ére összehívták. Napirenden Gerő Ernő beszámolója és szervezeti kérdések szerepelnek. Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja a 16, 19 és 41 méteres rövid hulláma.
A főváros lakossága ma délután hatalmas tömegtüntetést rendezett Bem József szobra előtt. Már a kora délutáni órákban nemzeti színű lobogók alatt piros-fehér-zöld kokárdás fiatalok meneteltek a budapesti Bem-szobor felé. Először csak sok ezren voltak, később azonban munkások, katonák, járókelők, középiskolás diákok és kalauzok csatlakoztak hozzájuk, és a hatalmas emberfolyam tízezrekké nőtt. Az utcák jelszavaktól zengtek. A tömeg Nagy Imrének a kormány élére való visszatérését és a szovjet csapatok távozását követelte Magyarországról. Sokan a sajtószabadságot és a szabad választásokat követelő jelszavakat kiáltoztak. Más csoportok Rákosi Mátyás bíróság elé állítását kívánták. Amerre a hatalmas menet elvonult, kinyíltak a házak ablakai, és a lakosság lelkesen éltette a nemzeti színű zászlókkal felvonuló munkásokat és diákokat. Rendzavarásról sehonnét sem érkeztek jelentések, és a rendőrség nem avatkozott be a tüntetésbe. A budapesti rádió megcáfolta azt a közlését, hogy a Magyar Dolgozók Pártjának központi vezetőségét október 31-ére hívnák össze. A budapesti adó szerint a rádióban néhány perccel előbb felolvasott közlemény tévedésen alapult, és a központi vezetőség ülését már a legközelebbi napokra összehívják. Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja a 19, 25, 31 és 41 méteres rövid hullámon. Kedves hallgatóink, pontos időjelzést adunk. Tárogatónk 23 órát jelez. Kedves hallgatóink, most a Szabad Magyarország hangjának hírszolgálata következik. Budapest. Rendzavarásról sehonnét sem érkeztek jelentések, és a rendőrség nem avatkozott be a tüntetésbe. A budapesti rádió megszámolta azt a közlését, hogy a Magyar Dolgozók Pártjának központi vezetőségét október 31-ére hívnák össze. A budapesti adó szerint a rádióban néhány perccel előbb felolvasott közlemény tévedésen alapult, és a központi vezetőség ülését már a legközelebbi napokra összehívják. Eperzben érkezett jelentés szerint a Magyar Dolgozók Pártjának politikai bizottsága az eredeti tervekkel ellentétben azonnalra összehívta a központi vezetőséget a helyzet értékelésére és a teendők megbeszélésére. Kedves hallgatóink, a Princeton Egyetem énekegyüttesének és zenekarának felvételeit közvetítettük. Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja. Kedves hallgatóink, napi műsorunkat most befejezzük. 40 perc múlva azonban ismét jelentkezünk, éjszakai külön programot közvetítünk a 417 méteres középhullámon, valamint a 19, 25, 31, 41 és 49 méteres rövid hullámon. Mai adásunknak vége. Búcsúzunk, kedves hallgatóink! Holnap újra kezdjük a munkát, a vértelen harcot a felszabadulásért. Pihenjük ki a nap fáradalmait, és gyűjtsünk erőt a holnapra. A jobb jövőbe vetett bizalommal hajtsuk álomra fejünket. Jó éjszakát, kedves hallgatóink! Jó éjszakát!